csinálsz? Ide hozod anyának. Süt a napocska. Hozzad csak. Thank you.
Nini! Sziasztok! Bejelentkezünk, igen. Bejelentkezünk, jelenleg hol vagyunk? Füreden vagyunk, kijövünk a borkorzóra, és úgy gondoltuk, hogy ha már itt vagyunk, akkor elviszünk benneteket is. Tihanyba most már jártatok. Nem jelentkeztem be, csak vlogoltam egy kicsit, úgyhogy most egy kicsit többször be fogunk jelentkezni a Balcsipartról, meg a borkorzóról is. Úgyhogy tartsatok továbbra is velünk. Elmeséled, mit fogunk ma még csinálni? Megyünk a borfesztiválra, vagy mire? Eszünk sajtot. Igen, nagyon finom grill sajt van itt, vagyis szerintem mindenhol nagyon finom a grill sajt. Ti csináltatok már otthon grill sajtot? Az is ugyanilyen finom? Jól, rendesen sütőbe megsütitek? Vagy ha csináltatok, akkor írjátok le nekem kommentbe, vagy Diamama néven megtaláltok Instagramon, írjatok nekem üzibe, hogy mégis hogy a túróba kell grill sajtot csinálni otthon, mert amúgy nagyon szeretjük. Igen. Na. Aztán megyünk sétálni a Balatonpartra, utána meg megnézzük a jó srácokat. Mit? Nem nézzünk jó srácokat, ezt csak ő szeretné. De. Nem. De ő megfogja. Instagram live-ot ígértünk tegnap még estére. Úgyhogy, ha időnk lesz, akkor ma fogunk live-olni egyet együtt. Ez a terv, bizony. Megpróbáljuk most Ninit elaltatni, mert aludt délelőtt. Mi ez az ezár? Mit csináltam? Valamit csináltam. Na mindegy. Ezár, azt írja ki a telefonom. De veszi úgy, hogy mindegy, csak szerintem marra közel lettünk. Nem biztos. Ennyi a tervünk. Bizony, úgyhogy megmutatjuk nektek a Balatonfüredi Tagore sétányt és a borkorzót most legelőször. Most visszafele is.
Csibe jó. Csibe jó, csibe jó, csibe jó. Jutottunk odáig, hogy 6 óra lesz mindjárt, és... Legyen ment a fejed! De ez így nem jó. De jó. Na. Szóval 6 óra lesz mindjárt, és még mindig ott tartunk, hogy Nini nem alszik. Nem is fog. Úgyhogy gondolom, nem alszik, majd 8 óra körül alszik, 9-ig és éjfélig tombolni fog. Nekem. Ami azért gáz. Mi? Nekem jön a pad. Szegény pad. Szóval ami csak azért gáz, mert akkor megint nem fogunk tudni este live-olni, mert akkor mindenki azt fogja kérdezni, milyen szemét vagyok, hogy még a gyerek fönt van, de hát ilyenkor, ha nyaralunk, ilyenkor egyszerűen nem tudok rezsimet tartani, úgyhogy nézzétek meg. Tomboltom. Szóval tombol, ennyi. Ennyi. Mindenhol van egy mennyasszony. Az bökös kicsinkom, és olyan álmos már a szemed, és nem alszol, ugye? Nem alszol? Nem. Pedig már olyan szinten álmosak a kis szemeit, hogy az csak... Meglássuk a mennyasszonyt. Jaj, videózott.
Hát leültünk ide a tér közepére. Csak azért, hogy tuti jó hangulatjuk legyen itt a lagzizóknak. Amúgy nem, Nathaniel... Nézd meg! Van másik? Éppen kavicsot halász a szájából. Szóval Nini abszolút nem akar innen elmenni. A babakocsiba már ordít, annyira fáradt. Sétálni nem hajlandó. Hajlandó ide leülni, úgyhogy... I love Balaton. Balaton. Ott van még egy mennyasszony. Mi, sutyiba, mennyasszonyokat nézünk. Amúgy Füred tele van mennyasszonyokkal. Ott vannak mögöttünk a násznép. Ez tök jó, és érdekes, mert én úgy szeretek ránézni egy-egy boldog mennyasszonyra. Nekem ez olyan jó emlékeket idéz elő, úgyhogy... Úgyhogy tök jól trollkodjuk a mennyasszonyokat. Na jó, nem, csak kukkolunk egy kicsit, és örülünk a boldogságuknak. Reméljük, minimum úgy sikerül a házasságuk, mint a miénk. Figyeljetek, mindjárt elengedik azt a sok-sok lufit. So up there is also beautiful. Hello, must I get a bit? Igen, azért mondjuk, akkor jövünk. Mosdóba, mindjárt megyünk vacsorázni, még nem tudjuk hova. Úgyhogy tartsatok velünk! Végzett a pisiléssel.
Apá, szia, hova mész? Jól laktál? Na, végeztünk a kajálással. Én szerintem életemben még nem ettem annyira finom csókot, úgyhogy ez tényleg nagyon jó volt. A Hoginak a rántott csirke meg a hasáb nem volt jó, az íztelen volt. Úgyhogy inkább az étteremről nem mondunk semmit, mert az enyém viszont top 10-es volt tényleg. Nini is egész sokat evett, megette az uborkát, paradicsomot, pici húsit is, meg sok krumplit is, úgyhogy ez van. Most visszamegyünk Tihanyba, és megfürdünk, aztán kitaláljuk, mi lesz. Köszönöm! Vissza! Na, vettünk? Mit vettünk? Fahéjas diót. Én még soha nem ettem, úgyhogy most megkóstoljuk. Van ez íze, mint a kürtös kalácsnak. De tényleg nem. Vagy a grillázsnak. Olyan grillázs íze van. Nem rossz. Csak kicsit aranyárba mérik. Mit csinálsz, kicsi Mogyi? Gyere, kapogunk neked. Kap. Van itthon valaki? Mit csinálsz? Aha, értem.